Több zebránál sem állt meg ez az autós, pedig ott álltak a gyalogosok. Az egyik gyalogátkelő helynél el is ütött egy kislányt. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság által közzétett felvételt az autó kamerája rögzítette Miskolcon. A gázolásban nem lett tragédia, de ez nem az autóson múlt, közölte a hatóság. Ez nem kirívó eset, szinte nem telik el úgy nap, hogy ne gázolnának el embereket zebrákon országszerte. Legutóbb, néhány nappal ezelőtt történt halálos gázolás Százhalombattán. Az egyik autós továbbhajtott, egy másik csikorgó fékkel állt meg a zebrára lelépő gyalogosok előtt ennél a szekszárdi zebránál. A Tarcsai úton található gyalogátkelő helynél igen nehezen lehet észrevenni a gyalogosokat, ám több autós ennek ellenére sem hajtott lassabban, pedig a Kressz szerint, ha a gyalogos lelép a zebrára, az autósnak köteles megállnia. Ezért a járművezetőnek mindig úgy kell megközelítenie a gyalogátkelő helyeket, hogy biztonságosan meg tudjon állni. Viszont ez a gyakorlatban sokszor nem sikerül. A rendőrség adatai szerint Tolna megyében egyébként nem jellemző a zebrán történő gázolás, mondja Molnár Ernő. Összességében gyalogos elütéssel járó baleset, ahol személyi sérülés történt, az 17%-kal van kevesebb az idei év eltelt időszakában, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Egyébként ez számszerűen a tavalyi évben a már befejezett ügyeket tekintve 28 eset volt. A gyalogátkelő helyen nem annyira jellemző Tolna megyében a gyalogos elütés. A rendőrség tapasztalata szerint Tolna megyében inkább az a jellemző, hogy valamilyen akadály, például egy állóbusz vagy teherautó mögül kilépő gyalogosokat ütnek el az autósok, vagy lakott területen kívül láthatósági mellény nélkül közlekedő embereket gázolnak el az út mentén, mint az, hogy zebrán történjen hasonló eset. Tavaly országszerte több mint 2500 embert ütöttek el az utakon.